Külső perem, a Vorpál Nebulánál. So, we're not completely alone. Some of the crew stayed with us. Protected the refugees against those who wouldn't. How are they? Shaken. Confused. But safe. Just want to know what's next. We have to warn people. Who? The rebels? They're just gonna toss us in Sunspot prison before we can even say a word. Nem, majd nem mondjad, mert úgyis oda fogtok állni. Leave me a TIE fighter. I'll set off a distress call. Wait for the rebels to find me. You really think I'm gonna let you just float out here alone? Del. We're Inferno Squad. You and me. No. This is Idem Versio of the Imperial Raider Corvus, sending a general distress call to the Rebel Alliance. We surrender. Megadják magukat hivatalosan. És itt van ez, egy újabb főszereplő a sztorinak. Shriv. So you thought it was a trap? Na és itt van Lando. Szavasz. You're always telling me to take risks. Seemed like the most irresponsible thing I could do. Hello, I'm General Lando Calrissian. You must be the Imperial defectors I've heard so much about. General, we've already told your people everything we know. Let's take a walk. Okay. What is this? A bad idea. To settle a bet. Elvileg most ez egy új pálya lenne, de na most nem tudom pontosan, kim volt a mérföldkő? A izével? Kim volt a mérföldkő egyáltalán, hogy megcsináltok a pályát? Szerintem kim volt, úgyhogy ez új pálya. Oké. Start. Fú. De az a baj, hogyha megint olyat találok, amivel fel tudom, be tudom gyűjteni azt a cooldown bónusz képességet, akkor megint elveszítem az arzenálomat, mert játék közben nem tudom megcsinálni. És szerintem én most egy eredeti első verziót használok. Nem tudom, milyen lett volna a Fit Girl ripakos 1.37-es verzió, hogy esetleg abban ki lett volna véve ez a bug. De nem kísérlem meg, ha ezen túljutok. Na, megadják nekünk a lehetőséget, hogy új életet kezdjünk itt a lázadóknál. Ennyit erről, hogy az egész játék a gonoszságra volt fölépítve. Tudtak a hadműveletről. Meg kéne állítani, nem mondod. You're wrong. The Empire's changing, and so are its tactics. If that's the case, why not come with us? Help save Naboo. Hogy lehet az, hogy én sokkal lassabban gyalogolok, mint a többiek? Ők meg viszont úgy gyalogolnak, hogy lesprintelnek, öcsém. Mi ez már? You really trust us to fight beside you? What can I say? I'm a big believer in second chances. Come on, I'll hisz a második esélyekben. Hát, lehet itt témázgatni a második esély nevű témával kapcsolatban, hogy ki az, aki egyetért az, hogy még valaki kaphat egy második esélyt, meg van az, aki már elutasítja ezt. Nem tudom, néha valamelyik oldalt képviselem, de valamelyik néha az egyiket, valamikor néha a másikat képviselem, de néha meg nem értek magamat egyel, úgyhogy én ezt földobom ezt a témát. Ha valakit érdekel, akkor az majd diskuráljon erről, hogy nektek mi a véleményetek arról kommentbe, hogy ki az, aki kaphat esélyt, ki az, aki meg nem. Na most, első alkalom, hogy imperialistaként, megtért birodalmiként
X-szárnyúban vagyunk. Amit tök cool, végre. Aha, a Q-val, az asztrodroidunkkal tudjuk javítani a hajót. Na, végre egy javítókészlet, köszönöm szépen. Az elvvel tudunk nem egyesével, hanem az mind a négy ágyunkat egyszerre használni, illetve a prototorpedók. Szia, Leia! Lando, protect the princess. We'll destroy those cinder satellites. I'm right behind you. Oh, I'm sure you are. Just know if either of you try something, I'll shoot you down myself. You really think you could? They don't call me danger leader for nothing. I'm seeing a heat signature under the central satellites. That should be the thermal power core. Then that's where we focus our firepower. Várjunk csak, Leia is repül! Azt a rohadt Leia az nem szarakodik! Wow! Leia is repül! Jó, szóval két szatellit megvan. Na, és úgy szedjük szét a szatelliteket. Copy that, princess. Danger 5, danger 6. Don't forget you're shooting TIE fighters now. Acknowledged. Thanks for the reminder. De miért áll meg a nyomvat lövés? Yeah, we're with you, Shriv. Alright, let's remind the Empire who they're messing with. Kicsit javítsunk. Doing our best. We're almost out of this. And then you're gone for good, right? Right. Once we clear off those satellites, our capital ship can broadside that destroyer. Most már nem üldöző. Jó, és akkor még ez a három van még hátra. Copy that. That's another one. Nice shot, Versio. Copy that, squad leader. Satellite down. Sector's looking good. Do we have any satellite left? We'll handle the last of them. You take care of that star destroyer. Key reinforcements here. Y-wing bombers. Keep them safe. We need to pull the Y-wing ray. Hey, you don't give orders here. Oh, that's focus fire on that Star Destroyer's shield array. A group of TIEs are targeting our bombers. Intercept them. Moving into support. Let's help them out. Miért azt lövöm? Hopp, meg vagyunk. Na, mi nem vagyunk meg. Pont leszedem, amikor lőném azt a nyomva torpedót! Ennyit itt a torpedókról. Once the shields are down, the restoration will finish the job. What? Francnak mész a csillagromboló fölé! És most kezdhetjük előről az egész védelmezést a rohadt életbe! We need to focus our fire on that Star Destroyer's shield array.
bocs, nem vettem észre a poént, hogy a Shreve a poénkodó figura. A makacs. Ne vedd el a dicsfényt tőlem. Ez az én dolgom. És ugyanazt a mondatot elmondja. Kár, hogy ide a bal alsó sarokba miért nem tudtak rakni egy cseszett térképet, hogy lássam, hogy hova az úristenbe kéne repülni. Megint magamra vagyok utalva. De megint berepül a csillagromboló felé, és ezért majdnem neki megyek ismételten. Aha, vannak itt az ellenséges repülő környékén egy ilyen fehér karika. Azt kéne lőni, és akkor a lövedék oda be fog találni. Aha, tényleg, ez most még jó pont. De megint a játék nem magyarázza meg. Egyébként mi az anyátokat csináltok, ti bombázok? Te, nektek nem kéne valami dolgozni? Hát kösz, hát én meg folyamatosan szedem szét ezeket a célkereszteket. Most azt sem tudom, hogy most ha meghalok, akkor most újra fogja kezdeni az elejétől, akkor megőrülök. De megint berepül alá! Mennyi van még? Megint itt vagyok a cseszett csillagrombolónak a pofájába! Na végre! Na ezért baromi megérte az arzenál a baromkodni. Mi ráadásul két cseszett hosszú töltőképernyővel rendelkezik. 5 perc alatt! Pontosan annyi, miközben betölti a képem a játékot. Gyorsan eltöltöztetek. Hú! Tényleg a Nabu bolygón vagyunk, nem véletlen látok Nabu Starfightereket. Itt a jó öreg Teed! Palota! Város! De jó! És itt van Leia is. Jó van. Jaj, külön leszállt. Hát igazából ez a játék, ez igazából a kampányaival megmutatja, hogy mikre lehet számítani a multiban, milyen pályákat kapunk, miket lehet barangolni, hogy milyen az, amikor hero karaktert, mert mi az, amikor átlagos karakterrel játszol. Ennyi, igazából. Split up. Repair the relays. When you're done,
Regroup at the palace. Got it. Yeah. Got it. Na, és akkor innentől lejába fogjuk menni. És közben megismerkedik a többiekkel. De innen fogjuk folytatni. A gyerekek, ennyi voltam mára. Megmondom őszintén, nem tudom élvezni ezt a játékot. Tehát egyre jobban játszok, és nem élvezem. Hiába vannak benne jó pillanatok, amikor mondom, hogy hú, ez most jól néz ki, egyszerűen nem élvezem. Mert borzasztó, tehát hogy ezek a pillanatok, tehát megint ez a nyomvat, amin alapból is kiakadtam az Asterixnél, hogy a nehézségi rendszer nincs rendesen megcsinálva a játékban. 2017 van, amikor ez a játék elkészült. 2017 van, és most 4 évvel később, mai szemmel visszanézve, még mindig azon vagyok kiakadva, hogy hogy a mostani játékészítők nem tudják, hogyan működik egy balanszrendszer. A játék nehézségének a balanszolása nem tudják, hogy működik. Mikor olyan van, hogy lehetőség arra, hogy játék közben, meg játék előtt be lehet állítani, hogy milyen legyen a játék, a játéknak a nehézségi szintje, mennyire balanszolod a játéknak a mechanikáját, mennyire csesszen ki veled, vagy mennyire legyen veled egy húzamban a játék, és amikor mondja neked, hogy a legkönnyebb fokozaton, mert hogy mindig azt használom, legkönnyebb fokozaton a sztorira fog rámenni, több a sztori, kevesebb az akció, akkor miért azt látom, hogy több a sztori, de agyba főbe kapom az akciót, amikor nem azt kértem. Hát egyszerűen nem értem. Meg akkor ez a másik, ami egyébként mások is észrevettek, hogy például a Far Cry 5-nél, amikor valaki feltornyozta epic rémálom nehézségi szintűre a játékot, még az is könnyű volt. Tehát lehet látni, hogy a játékészítők nem tudják, hogyan működik egy egyensúlyrendszer. Nem, nincs rendesen kidolgozva, gyerekek. És ez egy picit bosszantó. És tudjátok, hogy én milyen vagyok? Én egy pici a dolgokat is észre tudom venni, akár a háttérben, akár ami előttem van. Én nagyon ki tudok szórni dolgokat, még akkor is, hogy elsőre látok valamilyen dolgokat. Tehát ez, amikor így Luke-kal barandukoltam itt körbe-körbe, és egyszer csak így már az első osztag így leterített. Oké, nem rambóskodni kell, de basszus, könnyű fokozaton tolom, azért nem kéne még akkor is ledarálniuk ilyen gyorsan. 2 lövésből leszednek. Akkor minek van értelme a könnyű fokozatnak? Akkor az legyen, hogy ne legyen lehetőség beállítása, megint ugyanez. Hogy mondtam, akkor ne legyen lehetőség az, hogy lehessen állítani nehézségi szintet, hanem fokozatosan, hogy az elejétől így a végéig kezdjen el egyre jobban nehezebbedni. De nem írtelen már az első pályánál, hopp, már rémálom fokozat, hanem csak egy nagyon-nagyon tutoriál szintű agyhalott könnyű fokozat, és a játék felétől legyen már egy normál fokozat, és a 3/4-nél legyen egy nehéz, és legyen egy tisztességes nehéz fokozat a végső bossnál. Ennyi. Nem vagyok egy nagy játékfejlesztő, de legalább ez olyan, mint amikor sztoriban egy bevezetést, egy tárgyalást és egy befejezést csinálsz. 4. iskola szintű nyelvtani képesség. 4. iskolai nyelvtanszint. 2 alá. Na, kire referáltam ezzel? Na, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet. Az agyhalál a Battle of Oz-sal tovább folytatódik. Innen fogjuk folytatni, nem tudom mi lesz, majd meglátjuk. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további Rage Mentes, szép napot kívánok mindenkinek, az erő legyen veletek, sziasztok!